Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy oké, persze csináld. Ez nem egy nagyon fontos szabály, de ez egészen addig bullshit, amíg ennyit mondunk, hogy oké, csináld 48 órán belül, és akkor az úgy működni fog. De azért ennél sokkal több kell ahhoz, hogy egy projektből egy valós működő vállalkozás, egy valós működő pénztermelő és embereket eltartó gépezet legyen. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokan pont ettől félnek, hogy azt látják, hogy ez egy nagyon összetett valami, és félnek azt a 100 vagy 1000 lépést megtervezni és utána elkezdeni, mert nem az egy lépést nézik, hanem az, hogy úristen, hogy itt mennyi minden van. Pont azt akartam mondani, most jól mondtad, hogy nem az egy lépést nézik, hanem az, hogy mennyi minden van. Pedig egyébként szerintem pont az van, hogy kell tervezni, szerintem nem szabad anélkül belevágni, mint nincs egy üzleti terv. Nem az üzleti terv, szerintem nem annyit számít, hogy kb. Meg tudod nézni, hogy ha ennyi embernél milyen költségek fognak jelentkezni, milyen bevétel. Nagyjából tudod, hogy milyen dimenzióban mozog a vár, de én még életemben nem láttam egy üzleti tervet, ami 3 hónapnál tovább tartotta volna magát. Nem tudom, te igen, akkor mondjad, de sem magam életében, sem másoknál. Tehát, hogy a tervezés az egy egészséges szintig érdemes szerintem csinálni. Alapvetően ez el kell kezdeni. Tehát az van, hogy tudod, hogy oda akarsz eljutni, ha most nagyjából végig gondolod, és ugye a fő belemeknél ugye az, nincs benne ilyen lehetetlen tényező, vagy mit tudom én, olyan területre mész, ami lehet, hogy már valaki jobban védi, vagy régebb volt. Tehát, hogyha nincs ilyen, akkor igazából csak annyi van, hogy tudod, megvalósítatod, elkezded, és elég a sarokig ellátni. Mert ha a sarokig elmész, majd onnan ellátsz a következő sarokig. És szerintem ez az, amit keves embernek megcsinálni, az, hogy viszonylag csökkentett információs környezetben is viszonylag egy magas rizikót vállalni. És ez viszont meg már tényleg egy bátorság, vagy döntés, vagy hit kérdése, hogy jó, nem tudom még, hogy hogyan, csak azt, hogy valahogy össze fog állni, mire odaérek. Majd kirúgja magát menet közben. Az a learning by doing, amit Richard Branson szokott sokat mondani, hogy csak kezd el, azt majd menet közben megtanulod. És én majdnem mindent, tehát könyvhez sem értettem, applikációt se fejlesztettem ezelőtt, kapcsolataim se voltak a könyvszakmában, csak tudtam azt, hogy ez egy értékes dolog lesz nagyon sok embernek, mert nekem kellett volna igazából egy ilyen. Tehát én akartam könyveket hallgatni, és nem értettem, hogy miért nincs ilyen. Most elmondtál egy metódust, hogy akkor ezt te így szoktad egyébként a gyakorlatban csinálni, hogyha szeretnél egy megoldást találni, akkor erre így rámeditálsz és megérkezik? Igen, de nem feltétlenül meditálok rá, hogy akkor jön az ötlet, vagy ilyesmi. Ez így működik az agy, tehát ez megint nem egy ilyen ezó cucc. Úgy hívják, hogy retikulális aktiváló szisztem, amúgy nem nagyon bonyolult neve van, de már 20 évvel ezelőtti Brian Tracy könyvek is tele voltak ezzel, tehát nem egy új dolog. Egészen egyszerű, tudom, hogy most vetted ezt a Mustangot, és mielőtt megvetted a Mustangot, gondolom előtte hetekig nézted a használt autón, vagy mindegy bárhol, hogy mik vannak, mennyire vannak, milyen felszereltség vannak, hogy pontosodott ki, hogy mit szeretnél annak. Igen. Én most így láthatatlanban mondom, abban az időszakban, te nagyon, vagy viszonylag sok ilyen Mustangot láttál az utakon. Abszolút. Na, én nem láttam az elmúlt hónapokban egy Mustangot se. Durva. De tutira láttam, csak nem jutott el az agyamig. Igen. Azért nem jutott el az agyamig, mert azért van, úgy mondják, hogy 4 milliárd, ez a Mi a csodát tudunk a világról, dokumentumfilmben is benne van, hogy 4 milliárd bit információ éri másodpercenként az agyunkat. Tehát, hogy érzem, hogy most ez a szék, hogy nyoma, hogy hozzáérek, félfülel hallom a levegőztetőt, hogy zúg a lámpa. Tehát egy csomó dolog történik, amire nem vagyok tudatos, mert egészen az agyamnak nem fontos az az info, ezért persze, megy a szelektálásból. Tehát a 4 milliárdból 2000-et dolgoz föl. És az agy úgy azt a 2000-et dolgozza föl, ami számára fontos. És amikor te elkezded beadni, hogy erre keresel egy ötletet, megoldást, akkor az agy megkapja azt az információt, hogy ez egy fontos info, és erre szörcsölni kell, vagy keresőzombotba kapcsol. És te ugyanazokat a dolgokat fogod észrevenni, vagy lehetőséget, amik addig is ott voltak, egész egyszerűen neked nem volt rá figyelmed, vagy felismerésed. Igen, ez abszolút megvan. Szerintem ezt amúgy a nézők is tudják, hogy ez így működik nagyjából, nem ennyire részletesen, szóval tök jó, hogy elmondtad. Szerintem sokan tudják. Igen. Viszont használni. Tehát oké, hogy ez elméletben így van és így működik, de hogy a gyakorlatban használni ezt a szabályt, vagy ezt a nem is tudom minek nevezzem, törvényt, szerintem azért kevesen tudják.
Nem, hát az alapvetően szerintem mindenkinél úgy van, tehát, hogy alapvetően ugye szerintem, hogy új infót vagy egy új képességet elsajátítani alapvetően két szinten kell végnem. Az egyik az, hogy nyitottnak kell lenni, tehát taníthatónak kell lenni, hogy ez az info. Mint ahogy mondom azt, hogy van egy ilyen aktiváló színe, elkezdett használni. Tehát, hogy eleve már sok ember már ott elvérzik, hogy ó, hát én tudom én, hogy vannak, már nincs új a nap alatt. Hmm. Tehát, hogy ott már maga az információ sem megy be. De ideig azért sokan eljutnak, hogy ó, tényleg nagyobb világban élünk, nem értünk még mindent, stb., hogy tényleg lehetségesek, hogy a figyelmünk tényleg befolyásolja, hogy milyen végkimentele lesz a dolgoknak, stb. Tehát, hogy ideig még sokan eljutnak, aztán jön egy következő szint, mert én ugyanúgy küzdök, mint a dög. Hogy ezt meg is csinálni, felkelni reggel 5-kor, tényleg futsz a reggel, vagy itt elmész a sportolni, tényleg reggel vizualizálsz egy órát, mert ha tényleg hiszel benne, hogy így működik, akkor nem fogsz kihagyni egy napot sem. Igen. De még én meg is. Ha fegyelmezett vagy, mert azért nem a hit az, ami a legfontosabb szerintem benne, azzal indul. A hitet benne, meg lehet építeni, a hitet meg nyilván azzal indul, tehát hogy meg az, de meg is lehet építeni, tehát a gondolatoknak ugye az a természet, hogyha sokat forgatsz egy gondolatot, elkezd domináns gondolattá válni a fejedbe, utána már pörgetned sem kell. Ugye a tanulás 4 szintje, ugye először nem is tudod a dolgokról, hogy nem tudod. Tehát itt voltál fél éves kisgyerek, azt mondták neked, hogy cipőfűző, nem tudtad, mi az a cipőfűző. Aztán később megtudtad, hogy mi az a cipőfűző, mire való, utána rájöttél, hogy tudod, hogy van cipőfűző, csak nem tudod bekötni. Utána megmutatták neked, hogy hogy kell bekötni, kismasni, jobbmasni, mit, és akkor utána mondtad, hogy hogy vannak a lépések, és meg tudtad kötni. Ez a tudatosan tudod már gyakorlás, és amit valamit annyi ideig gyakorolsz, mint például most már megkezdem, hogy hogy kell bekötni a cipőfűzőt, lehet el se tudnád mondani, elkinek ezzel gondolkozni, mert annyira rutinból csinálod, hogy már nem tudatosan. És ugyanez van az, hogy saját magunkat kell legyőzni. Tehát, hogy ahol most tartunk az életben, az az eddigi szokásaink, gondolatainknak az eredményei. Ahhoz, hogy ugyanezt fogjuk gondolni, érezni, csinálni, ugyanide fogunk kiukadni. Ezért el kell kezdeni belemozdítani a rendet. Kell jutnod a saját szokásaidon, a saját érzelmi reakcióidon, és el kell kezdeni egy új inputot beadni a rendszerbe. Igen. És meg lehet építeni az új hitet. Tehát annyiszor, hogyha te választhatsz igazából egy hitet, és pár hét alatt el tudsz odáig jutni, hogy az idegrendszer teljes valóságként fog abba hinni. We got no problem.